Itt vagyunk a város egyik szimbólumában, a Városház tornyában. És ez tulajdonképpen a városé, az embereké, köztük az enyém is. Az enyém talán még egy kicsit azért is, mert itt az én gépeim, berendezéseim működnek. Hát a toronyóra, a zenélő berendezés, a harangok. Mária Gyüdi gyerek voltam, és hát ott minisztráltunk, harangoztunk, följártunk a toronyba, és hát ott kerültem először kapcsolatba a harangokkal, méghozzá rangsor szerint, mert kisebb gyerekek a kisebb harangot húzhatták kötéllel, nagyobb gyerekek már nagyobb harangokat, amihez megvolt a megfelelő súlyuk. És talán innen volt az indítatás. És később, amikor már hát a szakmával is megismerkedtem, és volt bennem annyi szakmai felkészültség, hogy a harangozó berendezéseknek és a toronyóráknak a technikai oldaláról is meg tudtam közelíteni az alkatrészeit, a berendezéseit, akkor már más szemmel néztem, és akkor hát tulajdonképpen én a felújításokkal foglalkoztam, erről gondolkoztam. Itt jött be a képbe az én úgymond amatőr színvonalon fejlesztett kvarcóra berendezésem, ami hát a toronyóra kiváltására készült, és egy országosan reprezentatív helyen, a Tihanyi apátságban az apát úr jelezte, hogy hát sajnos meghalt a Pista bácsi, nagy bajban vagyunk, mert nincs toronyóránk. Amióta a Pista bácsi nincs, azóta nincs, aki felhúzza a toronyórát, és hát már annyira öreg is, hogy hát már nincs, aki javítgassa. És amikor említettem neki, hogy hát van nekem egy ilyen előre haladott, dédelgetett tervem a toronyórával kapcsolatban, egy hét múlva igent mondott rá, és azt mondta, hogy vágjunk bele, fiam. És így született meg az első kvarcvezérlésű toronyóra a Tihanyi apátságba, és mondhatom azt, hogy talán egész Európában ez egyedülálló volt. A Tihanyi apátságról visszatérve ide Pécsre, a pécsi torony abba különbözik, hogy ez már kezdetben zenélő órának is készült. Ugyanis ez már önmagában képviselte azokat a program lehetőségeket, amivel a zenélő szerkezetet hozzá lehet illeszteni. Sajnos ez mondhatni talán, hát nem is évtizedeket, de több mint 10 évet is húzódott ez a téma, ugyanis vagy nem volt meg hozzá a megfelelő keret, vagy nem volt meg hozzá a megfelelő szándék, de valahogy elkésett egy kicsit Pécsett ez a téma, és hát az utóbbi néhány évbe került ez ismét napirendre, amikor hozzáillesztettük a zenélő szerkezetet a pécsi toronyhoz. Amikor a Bányásztörténeti Alapítvány képviselői fölkértek arra, hogy vegyek részt ebbe a programba, amivel emléket állítanak a Mecseki bányászatnak, akkor nagyon megörültem és nagy megtiszteltetésnek vettem, ugyanis én a szakmám eredetét a bányászatra vezethetem vissza, hiszen ott nőttem föl, ott tanultam a szakmát, és én úgy érzem, hogy ezzel egy kicsit visszaadhattam a bányászatnak, hiszen mondhatom azt, még most is abból élek, amit onnan merítettem. És ez a zenélő óra, ami a bányász emlékekbe készült, ez a bányász, ismerős bányász telepekre került, olyan helyekre, ahol én számos esetben megfordultam fiatal koromban, és én azt gondolom, hogy annak idején, amikor még egész fiatal koromban a bánya körül hancoroztunk, akkor még hallottam is a klopacskát, azt a hívogatót,
amivel indul a bányász emlékműnek a zenéje. Ugyanis sikerült megmenteni egy idős bányásztól, és erre a klopacskára a Kircsi művész úrnak a zenéje szólal meg éppen most. A pécsi és a környéki harangok közül talán az egyik legkedvesebb és legutolsó gyermekem a szendertalan harangtorony, ugyanis itt technikailag olyan bravúrokat kértek a művészek, amit nagyon nehéz volt teljesíteni. Az egész kompozíció lényege tulajdonképpen az emelkedő harangláb, ami magába foglalja a három harangot, ami egy mól hangsor. Ez az egész kompozíció tulajdonképpen egy tímmunka, amiben mindenki beleadta magáét. Az építőművész Bakman Zoltán megalkotta, megálmodta ezt az egészet, és ebbe a környezetbe álmodta bele, és a szobrászművész pedig ezt a kényes témát dolgozta föl, Rétfalvi Sándor, olyan szoborkompozíciót alkotott a berendezéshez, ami híven visszaadja ennek az egész eseménynek a hátterét. A zeneszerző Kircsi László olyan zenét komponált hozzá, ami szinte hátborzongató, és nagyon jó hátteret ad a berendezésnek az emelkedéséhez és a süllyesztéséhez. Egyébként Kircsi László, mint zeneművész, az összes zenéli órámnak a zenéjét ő szerezte, és többek között a Városházáért is.